tehát én mondom a ritmus 9-et, 10-et, 11-et, 12-et. A szívmasszás mutatja be az egyik Bonyhádi mentős a helyi sportcsarnok termében. A Bonyhádi és Szekszárdi tanárok közösen vettek részt az elsősegély oktató és felfrissítő előadáson. Az újraélesztés elsajátítása mellett azt is megtudták a részvevők, hogy mit kell mondani mentőhívás esetén. Alapvető az életmentés pontos lépéseinek elsajátítása, fejtette ki egy helyi tanár. Néhány bátrabb ember az megpróbálja megtenni, ami kell, vagy esetleg az ájulás, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos, mert nem merik a kollégák csinálni azokat a dolgokat, amire szükség lenne, mert nincs tudás mögötte, és szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy mindenki megtapasztalja, és hogy gyakorlatias ez az egész, és így sokat segít mindenkinek, úgy gondolom. A szakmaiságot Bonyhádi mentősök és védőnők mutatták be a felnőtt képzésen. Újítások vannak az elsősegély terén is. A naprakész ismeretek birtokában életeket menthetnek a tanárok. Erről beszélt az egyik helyi védőnő. Sokkal jobban megmarad, ugye, hogyha gyakoroljuk, és nagyon fontos, hogy az új dolgokat is, mert régen ők már a főiskolán, egyetemen tanulták az újraélesztést, csak nagyon sok minden változott. Aztán van lehetőség arra, hogy az eszméletlen betegnek a stabil oldal fekvését is gyakoroljuk, szintén a legújabb verziót, mert ez is minden évben változik, vagy hát nagyon sűrűn, de a lényeg az, az elsősegély nyújtás alapja, hogy csináljunk valamit, és minél gyorsabban, mert az idő élet. Tavaly egy tanár mentette meg diákja életét Bonyhádon. Emiatt tartja fontosnak a pedagógusok oktatását Köllő Roland, a Bonyhádi sportcsarnok vezetője. Olyan pedagógusok vennék őket körül, akik tudnak segíteni akkor, hogyha baj van. Nyilván nem szeretnénk az ördögöt a falra festeni, hogy legyen baj, de hogyha megtörténik a baj, akkor igenis tudjanak segíteni. És nem arról van szó, hogy nekik bármilyen nagy beavatkozásra lenne szükségük, hanem arról, hogyha a mentő, illetve a szakemberek érkezéséig hasznos és fontos dolgokat tudjanak csinálni. Magyarországon évente 20-25 ezer ember veszti életét hirtelen szívmegállás következtében, azonban az időben elkezdett újraélesztéssel többségük megmenthető lenne.